Köszöntelek benneteket ezen a felvételen új hold május 22-én. Pontosan 18 óra 39 perckor van ez az új hold. Ez azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. Mivel a holdnak nincs kisugárzása, hanem átveszi a fényt a naptól, és továbbítja nekünk, egy ilyen találkozásnál nem tudja a nap a holdat sugarazni, és számunkra a hold láthatatlan, és mi ezt új holdnak nevezzük. Egy új hold mindig arra utal, hogy visszahúzódjunk, hogy elgondolkozzunk bizonyos témákon. Minden új holdnál más témák vannak. A mai új hold üzenete, hogy elgondolkozzunk az anyagiakon, vagy azon, hogy hogy tudnánk javítani az anyagiakat, hogy intézzünk pénzügyi dolgokat. De nem csak a pénzről van szó, hanem mind arról, ami számunkra értékes. Gondolatok, érzelmek, kapcsolatok. Fontos az is, hogy mi ezeket a dolgokat is értékeljük. Az, ami számunkra fontos és értékes, azt vegyük a hatalmunkba. És mindazt, ami értéktelen, és nincs rá szükségünk, attól búcsúzzunk el. Mind, ahogy mondtam, ezek lehetnek gondolatok, érzések, kapcsolatok, vagy anyagiak. A mai hold az arab asztrológia szerint az Al-Turaya holdházban található. És mit közöl velünk ez az arab holdház? A mai nap jó a kereskedésre, de ne írjunk alá szerződéseket. A mai nap kedvező egy utazásra, viszont azt is jelenti ez a holdház, hogy vannak még feszültségek, és ez még el fog tartani egy darabig. Ez az arab holdház, ahol most ez az új hold található, a plejádokkal áll kapcsolatban. A mitológiában úgy van leírva, hogy a plejádok az Atlasz istennek a lányai. 7 lány testvér, és a középpontban van Alkioné. Ez egy ilyen centrikus nap, és mutat számunkra egy ilyen finom energiát, és az kihat gyógyulásra, mert van egy gyógyító energiája, és ez a mai nap alkalmas energiai munkára, mert van gyógyító hatása. Én nem csak az arab holdházat közlöm veletek, hanem én tervezek további felvételeket az indiai holdházakról, a tibétiai holdházakról, a kínai holdházakról. Ez egy asztrológiai terület, ami engem elbűvöl. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!